Köszöntöm a kedves nézőket, és most lefényképezkedünk, hogy mindörökre meglegyünk. A helyszín rendhagyó, a Debrecen TV-nek a stúdiójában vagyunk, és most majdnem azt mondtam, hogy akasztják a hóért, de ez nagyon elcsépelt lenne. Itt az igazgató Széles Tamás, és vele fogok beszélgetni ma. Szervusz, Tamás! Szervusz, Attila! Köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre állsz. Melyik székben szeretsz jobban ülni, abban vagy ebben? Interjút viszonylag keveset adok, de szoktam kérdezni, tehát általában abban a székben, ahol te ülsz, ott szoktam ülni. Az jobban hozzászoktam, már jobban késültem, mint ezt. Te nagyon képben vagy így a televíziós világában, szerinted készíteni, vagy válaszolni könnyebb, vagy jobb, vagy kellemesebb feladat? Szerintem a mai világban ezt már nehéz eldönteni, megmondom neked őszintén, hogy kérdezni vagy válaszolni könnyebb. Lehet, hogy manapság kérdezni nehezebb. Meg veszélyesebb is. Ezért gondoltam, hogy nehezebb, igen. Igen. Mit tudsz a tavaszról? Hogy van ez itt? Lesz tavaszunk, vagy nem lesz tavaszunk? Hát hogy ne lenne tavaszunk, bár elég sokáig kitart az idei tél, de azért csak eljön a tavasz, tehát azt nem lehet visszafordítani, nem. Tehát attól függetlenül, hogy mi mit csinálunk ezen a földön, ez a föld éli a maga korát. És kicsit megváltozom mostanában. De akkor is éli, tehát a bolygó maga éli az, hogy az emberek néha kicsit furcsán viselkednek, hogy most ne hozzak durvább jelzőket rajta, ezért a bolygó csak létezik, csak éli a maga világát, meg hát azt szokták mondani, hogy a biológiája, vagy az egyensúlya az mindig helyreáll. Azért kérdeztem, mert befolyásolt téged a reggel, mikor felébredsz, hogy milyen az idő, tehát hogy kezdődik a napod, hogy szürke, havas, jeges, vagy amikor süt a nap? Én nem szeretem a hideget. Amikor még sovány ember voltam, most már nem vagyok az, amikor még sovány ember voltam, akkor mindig ilyen 28 fokos szobákban laktam, vagy aludtam. A barátaim állandóan azon poénkodtak, hogy hát, ha Széleshez bemegyünk, akkor ott az egy szauna. Most már ez nincs így egyébként. Hát, ráadásul családos emberként a feleségem meg kifejezetten nem bírja a meleget. Így néha vita is van este, hogy mennyire állítsuk be a hőfokszabályozót. Tehát nem bírom a hideget, tehát szeretem a meleget. Egy probléma van csak a meleg idővel, az az, hogy nekem áprilisban elkezdődik a szezonális allergiám, és az gyakorlatilag az első fagyokig tart, tehát azzal azért küzdködöm. Az egy tévésnek kemény. Arra kérlek szépen, hogy dióhéjban, mint mindenki mással, tudod, azt a képzeletbeli fotóalbumot lapozgassuk vissza egy picikét, egy pár percben, honnan kezdenéd, amikor érdemes már Széles Tamásról beszélni? Hol járunk? Debrecenben járunk? Á, dehogy is nem. Én egy váci gyerek vagyok. A Duna mellett nőttem fel, meg ott hegy is van. Debrecenben igazából egyik sincs, sem hegy, sem folyó. Van egy patakunk, Tócó patak, de az nem szokott úgy kijönteni, mint mondjuk a Boldva Borsodban. Szóval én ilyen vízi gyerek vagyok, vagy víz melletti gyerek vagyok. Egyetemre kerültem ide. Onnan nem is tudom neked megmondani, hogyha mondjuk a szakmai részét nézzük, hogy mikor kezdtem el újságíróskodni, akkor már nagyon korán, 13 évesen a Zánkán, az útörő táborban riporterőrs tag voltam. Ez nem azt jelenti, hogy ott szerettem bele a szakmába, de ott már elkezdődött valami. Az biztos, hogy egyetemre ide már úgy kerültem annak idején 1988-ban, hogy tudtam, hogy újságíró szeretnék lenni, és nem történelem angol szakos tanár, mert a diplomám egyébként meg erről szól. Mi motivált akkor, amikor tulajdonképpen még csak egy televízió volt? Amikor fiatal voltam, akkor nekem... Most is fiatal vagy, Tamás. De amikor igazán fiatal voltam, akkor én szerettem volna lenni a következő Vitrai Tamás. És nem csak azért, mert a keresztnevünk azonos, hanem nagyon szeretem a sportot, mondjuk ez még ma is így van, nagyon sok sportot nézek a televízióban, meg ha tehetem, akkor sporteseményeken is megjelenek szurkolóként. És hát ugye... Vitrai az egy külön intézmény volt, róla nyilván nem kell részletesen beszélni. Múlt időben beszélsz most róla, hogy volt, hogy intézmény volt. Hát mert most már megváltozott a világ. Tehát azért pont emiatt, ahogy a kérdés feltetted, hogy akkor egy televízió volt. Tehát hogyha most már sportot akar valaki nézni, akkor hát nem is tudom, talán 6-8 csatornán is tud nézni, és most csak a magyar nyelvűekről beszélek. Most már, ha Vitrai Tamás aktív kommentátor lenne, akkor is kisebb lenne a közönsége, mint akkor volt.
Egyébként én nagyon szerettem Knézi Jenőt is. Őt nagyon sokan nem szerették ebben az országban, meg állandóan csak poénkodtak rajta. Szerintem egy nagyon kiváló sportkommentátor volt, bárcsak a mostaniak hát a nyomába jutnának. Visszatérnék egy pillanatra még a Vitrai mesterre, hogyha őt említetted. Miért halt ki, túlzás nélkül mondhatom, az a fajta beszélgetés, amiket a mester csinált? Nem tudom megmondani neked, Attila, talán azért, mert az emberek, a világ megváltozott, tehát a fogyasztás más, most a televíziós nézői fogyasztásra gondolok. Kereskedelmi tévére gondolsz? Nem is csak az arra, hanem az, hogy annyi inger éli most az embereket, annyi minden más elvonja a figyelmüket, hogy most már ez ilyen kicsit lassúnak tűnik. Tehát én bámulom a te műsorodat is, mert mi most ugye durván fél órát beszélgetünk, ahhoz, hogy a nézők ezt végig is nézzék, ahhoz ennek nagyon jónak vagy pörgősnek kell lenni, mert ha nem az, akkor leül. És szerintem ez okozta a dolog. Ide lettünk szoktatva, nem? Hát mi igen, de a gyerekeink már nem. Nem, nem úgy értem, tehát a mostani tévédési szokások azok, hogy 2-3 percenként új impulzus kell. Ja, persze. De hát ilyen a világ most, ha tudod olyan, ha kiállsz a vonat elé, hogy állj meg, akkor majd elüt. Tehát egyszerűen nem lehet megállítani. Én egyébként szomorú vagyok emiatt, és nem azért, mert hogy én bénázom, és a 12 éves meg a 10 éves gyerekem már ügyesebb, mint én a számítógépen meg a mobiltelefonon, de bámulatos, hogy ők már ebben nőnek fel. Bizony. De ők már nem nagyon fognak majd ilyeneket nézni a tévében, hanem ők a kütyüjeit használnak. Ha megengeded, ezzel a könyvvel kezdeném, a kollégáink megmutatják. Ez 2 éve készült. Kinek készült ez a könyv? A szakmának, vagy aki szeretne a szakmában elhelyezkedni? Hát nehéz ügy, mert most nyilván az nagyképűen hangzik, hogy Magyarországon annyi felkent papja van az újságírás oktatásnak, hogy én vidéki gyerekként próbálok a szakmának valamit adni nálam nagyobb tudású embereknek, vagy akikről azt gondoljuk, hogy nagyobb tudásúak. Igazából ez azért készült, mert engem érte egy nagyon, nagyon erős inger az Egyesült Államokból. 1997-98-ban eltölthettem egy évet egy posztgraduális újságíró ösztöndíjjal, kint egy egyetemen, abszolút szabad kezem volt, tehát ami azt jelenti, hogy bármilyen órára bejárhattam, bármit csinálhattam, mert ez ugye nem kreditekre ment, meg nem kellett eredményt produkálni, ez már egy ilyen professzionális újságíró ösztöndíj volt, és ott megismerkedtem az amerikai televíziós világgal, ugye előtte én már tévéztem itt Debrecenben, és nem nagy hatása volt, és hát ugye az, amit ott láttam akkor, az érkezett be Magyarországra körülbelül az időben, amikor a kereskedelmi tévékkel indultak. Ez a fajta hírfeldolgozás, amit ma is látunk. És én idehaza nem találtam magyar nyelvű irodalmat, ami kifejezetten azzal foglalkozik. Tehát láttam, hogy mi készül itthon is, de nem voltam arról meggyőződve, hogy azok a kollégák egészen az országos csatornáktól a helyi tévés szintig egészen pontosan tudják, hogy mit, miért, hogyan csinálják, mik a szabályai annak. Autodidakta módon így, ahogy megtanulták. Keresgéltem a magyar nyelvű irodalomban, nem nagyon találtam ilyen szakmai irodalmat. Horváth Jánosnak voltak akkor abban az időben a legközelebbi könyvei vagy tanulmányai ezen a területen. És egy idő után úgy gondoltam, hogy kellene valami. És ugye elég sok szakirodalmat sikerült összegyűjtenem, nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem, és hát egy idő után megszületett. Tehát ötvözése az amerikai tapasztalatainak és a mostani helyzetnek. Persze, igen, igen, igen. Tehát ez gyakorlatilag ugye az a fajta hírfeldolgozást taglalja, amilyen hírfeldolgozásban ma a televíziók és a rádiók is működnek. Mielőtt még a másik kettőt is megmutatnám, amit az asztalon van, a Vidéki Televíziók Egyesületének vagy az elnöke, ugye? Igen, ez a pontos helyi televíziók országos egyesülete. Tulajdonképpen, amikor ezt elolvastam rólad, akkor arra gondoltam, hogy úgy kérdezem meg, hogy hasonló helyzetben vannak a vidéki televíziók, mint az operett. Ez az operett ugye teljesen magyar találmány, de nem tud bővülni, mert mostanában nem készül. A vidéki televíziók veszélyben vannak, tehát lesz a vidéknek televíziója? Milyen szempontból gondolod, hogy veszélyben vannak? Hát úgy, hogy financiálisan tulajdonképpen lehetetlen helyzetben vannak mostanság majd mindegyik televízió, mert eljárunk az országban. Hát Attila, ezt 10 éve ezt halljuk, és szerintem a következő 10 évben is mindig ez lesz. Tudod, a vidéki televíziós olyan, aki ha fog 2 fadarabot, abból is tud kamerát csinálni.
Tehát hát minket rászoktatott. Most is azzal veszik egyébként, hogy... Minket rászoktatott. De egyébként igen, tehát ha belegondolsz, ezek a kamerák, amik most bennünket vesznek, ezek x évesek, nem is tudom pontosan hány évesek, a gazdag televíziókban, országos televízióban, külföldön ilyen korú kamerák már nem dolgoznak. Uh-huh. Ezek meg még évekig fognak dolgozni. És ha most elmennél Debrecentől kisebb városokba, uh-huh. és az ottani tévében körülnéznél, még siralmasabb a helyzet. Mi még az elsők között vagyunk egyébként, igen. technikai felszereltségben, meg lehetőségekben, infrastruktúrában, stb. Tehát a helyi televíziósok azok mindig megéltek a jégen is. Hát ezért van az, hogy nagyon sokan, akik vidékről Budapestre kerülnek, és nagyon sok ilyen kollega van tévékben, rádióban, írott sajtóhoz, egy-kettő megállják a helyüket. Azért, mert őket rászoktatta az élet arra, hogy nem csak egy feladatot kell csinálni, mint mondjuk a gyárban te csavarod be ezt a csavart, majd a másikat a más kollega, hanem te mindent, az egészet összerakod. De igazad van. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen értelemben az, hogy nincsen pénze, az mi már hozzászoktunk. Nyilvánvalóan, ahol végképp elfogy, ott becsukják a boltot, van sajnos erre is példa. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy folyamatosan lebeg fölöttünk a kasza. De fontos, ugye, hogy a vidéki tévé, hiszen 10 emberből 8 vidéki. És a vidéki televíziók nem próbálják követni azt a trendet, divatos szóval élve, amit a kereskedelmi televíziók diktálnak. És én úgy érzem, és nem akarom a választ a szádba adni, hogy nézik a vidéki tévéket a helyi emberek valami miatt. Amiatt, hogy onnan kapnak olyan információt, ami róluk szól. Most maradjunk a tévéknél, gondolj abba bele, hogy mondjuk egy Debrecen nagyságú városról mikor szólnak a nagy tévék, ha mi történik ott. Ha balhé van valahol. Na, így van. Van egy beruházás, arról már nem biztos. Nagyon nagy beruházásnak kell lenni, mondjuk egy nagy autógyárnak, német igen, autógyárnak igen. Kecskeméten gyárat kell építenie, igen. akkor szól róla, de ha mondjuk Debrecenben van, vagy Kecskeméten van éppen, vagy Nyíregyházán egy olyan beruházás, ahol 300 új munkahelyet teremtenek, arról már nem szól az országos csatorna, akkor szól, ha valami miatt majd sztrájkolnak, vagy fellázadnak az ott dolgozók, igen, mert nem is tudom milyen távol-keleti vagy nyugat-európai tulajdonos nem fizeti őket ki, és be kell csukni, vagy valamilyen történik, de amíg ez nincs, addig nincs. De arról meg aztán különösen nem szól senki, hogy mondjuk a város központját csötörés miatt lezárják, és akkor el kell kerülni, és ezt este bemondja a helyi tévé, és akkor tudja a városban lakó polgár, hogy reggel, hogyha nem akarok elkésni a munkahelyemről, vagy hogy a gyereknek késjen az iskolából, el kell kerülnöm. Na, erről senki nem szól aztán végképp. Tehát én azt gondolom, és úgy szoktuk megfogalmazni, vagy szoktam megfogalmazni ezt, de szoktuk is a vezetőség vagy a helyi tévés kollégákkal együtt, hogyha mi nem lennénk, akkor az olyan hiányt jelentene, amit igazából csak akkor éreznének a nézőink, a városlakók, amikor eljönne ez az idő. Igen. Tehát én nem azt szoktam megfogalmazni, hogy mi történik akkor, hogyha eltűnnek a helyi tévék, hogy az miért rossz, hanem én úgy szoktam megfogalmazni, hogy vajon mi hiányozna akkor, ha mi nem lennénk. 12 éve vezeted ilyen fiatalon, most is fiatalon ezt a televíziót. Hát udvariatlanság lenne, hogyha nem mutathatnád be pár mondatban az eddig elkövetett tetteidet, mert tudom, hogy igen, magas díjakban részesültetek. A helyzet az, hogy amikor én hazajöttem Amerikából, ugye mondtam, 1997-98-ban voltam kint, és 98 év végén bízott meg engem a városi közgyűlés, hogy vezessem a televíziót, akkor én azt gondoltam, hogy mindazt kellene itt meghonosítani, amit én ott tapasztaltam meg. Láttam meg, ami akkor beérkezett az országból. Tehát egy akkor korszerűnek nevezhető, új, friss, más szellemű híradót kell csinálni. Ha jó híradót sikerül készíteni, akkor az gyakorlatilag elviszi az egész televíziót, akkor szeretni fogják az emberek, megnézik, és ez sikerült megvalósítani. Az az érdekes egyébként, hogy az akkor itt dolgozó kollégák, akiknek egy jelentős része még mindig itt dolgozik, pontosan ismertek. Tehát én nem vakon jöttem ide be, volt szerencsém nekem itt beosztottként is dolgoznom. Nyilván néhányan nem gondolták, hogy egykor én még főnökük leszek majd, de tudtam, hogy mire képes egyébként a gárda, és azt is tudtam, most biztos szerénytelen leszek, hogy többet ki lehet belőlük hozni, mint amit az elődeim kihoztak belőlük. Hát ez így is történt. Tehát viszonylag hamar tudtuk növelni a nézettséget, és a nézettség növelésével egyre jelentősebb lett a reklámbevételünk. Tehát azzal mindenképpen büszkélkedni szeretnék, hogyha itt az eredményekről kell beszélni, hogy az országban
arányosan, meg volumenében is mi tudjuk a legtöbb saját reklámot behozni a piacról. Tehát nem feltétlenül csak arra várunk, hogy a tulajdonos adjon még 10 milliót, meg még 10-et, hogy működni tudjunk. És ezeknek az eredményeknek köszönhető, hogy egyre színvonalasabb műsorokat tudtunk készíteni. És egy idő után következett az, amikor a Híradó rendben volt, meg az információs műsorok, hogy na, vajon mire van még kapacitásunk, és akkor elindultunk filmkészítés irányába. Dokumentumfilmek, portréfilmek, indukálta ezt a városvezetés is. Van ennek a városnak nagyon sok díszpolgára, akik javarésze mind hát már időskorban kapta meg a díszpolgári címet. Emlékezzünk meg róluk, legyen róluk mozgófelvétel is. Az egyik korábbi alpolgármesterünk ötletére elkezdtünk sorozatot készíteni díszpolgárainkról, portrésorozatot. Van egy most már nyugdíjas újságíró kollégánk, aki folyamatosan dolgozza még a mai napig is fel, de feldolgozta 1956 debreceni történéseit, ő keresett meg azzal, hogy csináljunk filmeket, és egyre több dokumentumfilmünk, meg sorozatunk született, most már szerintem több mint 30-nál járunk. És volt szerencsénk abban is, hogy kipróbáljunk magunkat filmkészítésben, egy ORTT pályázatnak köszönhetően csináltunk egy gyermekfilmet, az éppen most nincs itt előtted, egy egész estés, Borzantorz mesé. Igen. Megmutatom így a műsor vége felé, amit együtt készítettetek egy nagyon-nagyon nagy stábbal, és nagyon büszke vagy rá, tudom, hogy mi lenne veled, ha nem lenne holnapig a Fölkészt Média? Mihez kezdenél? A feleségem meg tudná mondani, hogy nem lenne tévé, akkor én meghalnék, mert azt szoktam mondani, hogy mindig a tévé előtt ülök, de ez azért nem teljesen így van. Nyilván akkor az ember találna más elfoglaltságot. Én azt gondolom, hogy a 21. századi ember, de már a 20. század második felében nyitott ember is annyira sokat kapott, már sok információt, meg sok impulzust a médiától, hogy nehéz lenne, de nyilván meg tudná az ember oldani. Akkor mások felé fordulna, lehet, hogy jobban is járna, más értékekkel találkozna, amire most azért nincsen ideje, mert azt hiszi, hogy nincsen rá ideje, mert leköti ez. De ez például, amit mutattál, ez a film, ez pont az a jó, hogy az ilyenekkel tudjuk megmutatni, hogy van a világnak más része is. Tehát ez egy Amerikában készült sorozat, hogy nézők is tudják, hogy miről beszélünk. Az amerikai magyar református egyházat mutatja be, az, ami múló filmben van, aminek van még egy jó évtizede, talán vagy kettő, nem több. És elmentünk 10 szövetségi államba, felkerestünk rengeteg volt, vagy még mindig aktív magyar templomot. Képzeld el, Chicagóban van olyan közösség, ahol az átlag életkor 85 év. Az igen. És 20-an járnak még az istentiszteletekre, de 85 az átlag, akkor képzelheted. Igen. És ezek olyan örök emlékek maradnak, mert ez megmarad a jövőre, amit igen. Rajtunk kívül nem dolgozott fel senki. Nem volt amerikai tévés vagy amerikai filmes, aki ezt megcsinálta volna. Nekünk szerencsénk volt, vidéki tévésekként elkészíthettük ezt, egyébként 4-en voltunk kint. Két operatőrrel, meg egy szerkesztő kollégámmal, tehát nem olyan nagyon-nagyon sokan készítettük ezt a filmet. Sajnálom, vagy nem is sajnálom, örülök neki, hogy lehetősünk volt vidéki tévésekként ezt elkészíteni. Igen. Azt sajnálom, hogy... Nem ment le országos nagy tévében. Hát, reméljük, majd lemegy. Majd lemegy. Megítélésed szerint jó vezető vagy? Tehát szeretnek itt téged? A kollégák? Hát nekem az a hírem, hogy én egy nagyon kemény vezető vagyok, ilyen véregző vezető vagyok, de hát a kollégákat kellene nyilván megkérdezni négy szem közt, hogy ők mit gondolnak az én működésemről. Én próbálok azért igazságos és következetes lenni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag világosak az elvárások a kollégák felé. Azt tudom, hogy ha kemény vezetőként, tehát ha komoly elvárásokkal fordulok a kollégák felé, akkor képesek teljesíteni. Ugye abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én dolgoztam itt már beosztottként is, tehát ismertem a kollégákat, és hát itt van nagyon sok kollega, akik évtizedek óta itt dolgoznak, nyilván megszöktek volna, vagy elmenekültek volna, hogyha ha olyan kibírhatatlan lenne, amit én követelek tőlük, vagy kérek tőlük. De én azt gondolom, hogy ez így rendben van, hiszen minden hónapban tudjuk biztosítani a fizetést, biztos egzisztenciát nyújt a televízió, senkinek nem kell attól félni, hogy majd elvész a munkahelye két hónap múlva, vagy jövő hónapban, tehát mindenki tud nyugodtan tervezni. Tényes, hogy sokat kell dolgozni. Tehát, hogyha azt mondják, hogy én kemény vezető vagyok, vagy tőlem félni kell, akkor elsősorban azért, mert nagyok a szakmai igényeim, de világosak ezek a szakmai igények. A helyi műsorvezető kollégáim bátran mernének tőled kérdezni ebben a székben? Hát gondolom, igen, persze.
Miért ne? Most ezután remélem megjön a kedvük, hogy én is beszélgettem veled. Hát lehet, de mondjuk annak nem sok teteje van. Jobb az, már hogy a főnököt faggassák, jobb az, hogyha inkább olyan témákról beszélgetünk, amit az embereket javarészt érdekli, és inkább hívjunk be olyan vendégeket a stúdióba, akikről azokról lehet beszélgetni, ami a városban történik. Tehát az izgalmasabb, jobban érdekli a nézőket, mint a televízió belsője. Tehát egyszer biztos érdekes az is, 5 évenként vagy 10 évenként, de mondjuk bennem nincsen meg, bennünk nincsen ilyen túlszereplési vágy. Kedves nézők, köszönöm, hogy velünk tartottak. Nem így szoktam lezárni a műsoraimat, de most valamiért az jutott eszem, hogy megkérem Széles Tamás barátomat, kollégámat, hogy ő köszönjen el helyettem, hiszen ő van itthon. Én elköszönöm, köszönöm, hogy végignéztek bennünket. Hát a debreceni nézők azok tudják, mert szoktam néha műsort vezetni, hogy azt szoktam mondani, hogy köszönöm szépen a figyelmet, majd jövő héten találkozunk. Most azt tudom mondani, és úgy köszönnék el, hogy köszönöm szépen én is az önök figyelmét, nem csak a debreceniekét, hanem mindenki másét, és jövő héten biztos fognak találkozni Bence Attilával. Én azt gondolom, hogy egy kicsit én is hízelegjek neki, azt gondolom, hogy megéri nyilván. Tehát Attila olyan műsorokat készít, amely olyanokról szól, és amelyekben olyanokat mutat be, akiket azt gondolom, hogy érdemes megnézni, és fontos is, hogy az ember ilyeneket lásson. Tehát én is köszönöm a figyelmüket, és nézzék a Bence Show-t.